Sziasztok! Akkor nézzük végig, hogy Solox Invertert hogyan tudjuk beüzemelni, mik az első lépések, hogyha először össze van rakva a rendszerünk. Ugye az alapvető alkalmazás, ami kell hozzá, az a Solox Cloud nevű alkalmazás, amihez tőlünk tudtok kérni belépési accountot, mi tudunk beregisztrálni titeket, mint telepítő cég, és ugyanúgy, mint a Huawei-nél vagy bármi más gyártónál megszokott, magatok alá tudjátok beregisztrálni a saját ügyfeleiteket, illetve a telepítőiteket. Hogyha már benn vagytok az alkalmazásba, akkor ahhoz, hogy az invertert be tudjátok üzemelni, először ki kell jelentkezni, és itt jobb fölül a lokál csatlakozásra rá menni. Itt ugyanúgy, mint a többinél, QR kódot kell beolvasni, az antennának a QR kódját, majd egy loginnal bejelentkezünk az inverternek a saját belső wifi-jére. Hogyha ugye itt nem vagyunk, akkor egyből láthatóvá válik a pillanatnyi állapot, hogy az inverter mit termel, merre tölt energiát, hogyha van akkumulátor, akkor azoknak töltöttségi szintje, és a többi. És ugye jobb fölül a kis fogaskerék ikonnal tudjuk a beállításokat elérni. Itt ugye van egy on-off, egy kibe kapcsolás, hogyha elindítjuk a rendszert, ezt ugye érdemszerűen a legvégére hagyjuk. A work módon belül van, hogy mire szeretnénk használni, hogy saját energiafelhasználás, vagy tápláljunk vissza az a hálózatra, vagy esetleg csak backup mód, amikor ugye a kritikus fogyasztók vannak az inverteren, és ezeket szeretnénk ellátni energiával, illetve a maga ugye a beállítások üzemmód, ahova egy jelszót kér, ez a gyári jelszó, ez a 2014, ha ezt beírjátok, akkor utána éritek el az összes beállítást, ami az inverteren elérhető. Itt ugye két menüpontunk van, a Basic. A Basic-en belül vannak ezek a nagyon alap dolgok, hogy idő, nyelv, stb. Az EPS mute, ezt többen kérdeztétek már. Ez igazából csak egy olyan funkció, hogyha érzékel, hogy rajta van aksi, akkor pittyeg 3 másodpercenként egyet, nyugodtan kapcsoljátok ki, ez nem hibát jelez nála. Tudtok különböző üzemmódoknak a működését beállítani, hogyha mondjuk self-use van beállítva, tehát saját energiafelhasználás, akkor ugye meddig merítse az aksit, mennyire töltse föl, és a többit. Ezek ugye a basic settings-ek, és az advanced-en belül vannak igazából azok a funkciók, amikbe jobban bele lehet menni, és amik tényleg sokkal jobban paraméterezhető velük az inverter. Ugye itt alapvetően a safety-nél van nekünk a hálózatkódunk, hogy mit választunk ki. Ugyanígy grid voltage paraméternél tudjuk beállítani hálózati védelmi szinteket, hogy hány voltnál szabályozzon le, mekkorák legyenek ezek az időtartamok, amikre ő nézi a szabályozás mértékét. Tudjuk az aksit beparaméterezni, hogy milyen aksi van rajta, mennyivel töltse, mennyivel merítse, mi legyen az a százalékos érték, amire föltölti vagy lemeríti az aksit. Itt egyébként érdemes megjegyezni, hogy ne 0 és 100 legyen az a két érték, amire lemerítjük, illetve föltöltjük az akkumulátort, hanem a tetejét azt milyen 95%-ra szoktuk beállítani, hogy ne használja ki teljesen a teljes kapacitást, és az alját pedig nem 0-ra, hanem 5%-ra. Ezzel egy durván 5-10% ugye veszteségünk lesz kapacitásba, de élettartamra pedig szóval megnyerjük ezt a plusz kapacitást, tehát jót teszünk vele az aksinak. Ugyanitt van alatta export control, ez most ugye nagyon fontos nálunk a viszfat miatt, ide kell nekünk beírni, ha viszfatos a rendszer a 0 wattot, hogy ugye semmit ne tápláljunk ki a hálózatra. És ehhez tartozó, azt most leugrunk ide az aljára, az export controlhoz van egy olyan, hogy P-grid bias, itt pedig ugye ugyanígy inverter vagy gridet tudunk kiválasztani. Itt az inverter célszerű, hogyha viszfatos a rendszer, hogy ugye az inverter vagy a hálózatról próbáljon ő inkább energiát szedni, hogyha nem elég az, amit termel. Itt nyilván az inverter kell ilyenkor kiválasztani, és ha ezt a kettőt beállítottátok, illetve még egy nagyon fontos dolog, a phase unbalanced, ezt is ugye aszimmetrikusan tud ő visszatermelni a hálózatra, de alapvetően ez a funkció ki van benne kapcsolva, tehát hogyha csak föltelepítitek, bekapcsoljátok, ő szimmetrikusan fog termelni. Tehát ezt a phase unbalanced funkciót ezt be kell kapcsolni, hogy tudjon aszimmetrikusan visszatermelni, és hogyha ezt a három funkciót beállítjátok, igazából abszolút kész van a viszvattos rendszeretek, mert hogy ugye a lakatokat már fölraktátok, inverter megy, DC-be van kötve, igazából ennyi az egész viszvatnak a lényege, már nem termelünk vissza a hálózatra.
Milyen beállítások vannak még itt nekünk igazából, ugyanúgy, mint a többinél, tudunk új jelszót adni, resetelni, akkumulátor beállítások, hogyha ugye paralelbe van kötve mondjuk több akkumulátor, mint itt. Ugye ennél az esetnél, hogyha egy masterünk és egy slave-ünk van, akkor ugye a masternek a tetején van egy ilyen kis dip switch, amit tekerős állásba tudunk rakni, és ezt a tekerős dip switch-et kell megadni, hogy hány slave akkumulátor található a masteren. Itt nekünk ugye, mivel egy darab slave-ünk van, ezért csak egy egyes állásba át kell tekerni, és onnantól kezdve ugyanúgy lekezeli rajta levő slave akkumulátorokat. Ami még ugye lényeges, hogy őt hogyan tudjátok az ügyfél számára is elérhetővé tenni, tehát ahhoz ugye nyilván fel kell rakni monitoringra a rendszert, a Wi-Fi-n keresztül ehhez, hogy ezt meg tudjátok csinálni. Megint egy másik menüpont kell az alkalmazásba, amire, hogyha kijelentkezünk innen, ahol most rajta vagyunk az inverteren, akkor bejelentkezünk a saját fiókunkkal, amit ugye létrehoztunk nektek, és bal fölül három pötty, Wi-Fi connection, és egyből be is dobja ugyanúgy ezt a QR kódos olvasó négyzetet, amit ugye az elején az inverternél láttunk. Itt beolvassuk az inverter alatt lévő antennának a QR kódját, így fontos, hogy nem az inverteren lévő QR kódot olvassuk be, hanem az antennának a QR kódját. Nyomunk egy Next-et, itt ő földobja, ugye, hogy Wi-Fi hálózatok közül válasszuk ki, hogy melyik van nekünk itt elérhető. Itt most én megnézem, hogy mi is volt ide a jelszónk. Itt a Wi-Fi hálózat, itt a telefont rakjuk rá a helyi Wi-Fi hálózatra, és miután ugye fölcsatlakoztunk a helyi Wi-Fi-re, visszamegyünk az alkalmazásba, ő beírja a Wi-Fi jelszót, vagyis illetve a nevét, és nekünk ugyanúgy be kell írni ide is a adott jelszót, amivel fölcsatlakoztunk a Wi-Fi hálózatra. És ő itt most megpróbál fölcsatlakozni első körben, nagyon fontos, hogy csak 2,4 GHz-es jelű hálózatra tud ő fölcsatlakozni, az 5 GHz-eseket ezt nem látja. Most már van egy újítása a Solaxnak, közben ő itt sikeresen föl is csatlakozott, ha minden igaz. Igen, siker. Tehát, hogy van egy nagyon jó újdonsága a Solaxnak, ugye most már vannak neki olyan antennái, ami egybe tudja a WLAN-t, a rendes LAN-t, és van olyan, ami a 4G-t és a WLAN-t is tudja, tehát ugyanúgy SIM-kártyát tudtok belerakni, hogyha mondjuk egy földi telepítésre rakjátok az invertert, akkor nem kell oda kivinni neki kábelesen vagy wifi-sen bármilyen internet elérést, hanem csak egy SIM-kártyát belerakunk, és már működik is az egész rendszer. Hogyha megvan maga az eszköznek az internetre fölcsatlakoztatása, akkor utána tudunk neki létrehozni helyszínt, és ahhoz a helyszínhez adott felhasználót. Ezt is végig tudjuk itt mindjárt nézni az alkalmazásba. Tehát ha monitoringba beléptek a saját felhasználótokba, akkor ugyanígy a monitoring fülön belül bal fölül három pötty, és van egy ilyen menünk, hogy Add End User. Ide kell beírni az ügyfélnek az e-mail címét, hogy milyen jelszóval szeretnétek létrehozni, és megnézzük, hogy az adott helyszín nekünk most mi a felhasználó e-mail cím. Miután megadtuk a felhasználó adatokat, ugye ugyanúgy meg kell adni a helyszínnek a nevét, mekkora méretű, időzónát, helyszínt, ugye ezeket is értelemszerűen kitöltitek, mint a többi márkának a monitoring rendszerénél. És ugye a legalján pedig eszközt hozzáadva, ugyanúgy QR kódot beolvasva, ő be fogja húzni az invertert a helyszínhez, és kiküldi a végfelhasználónak azt az e-mailt, hogy ő be van regisztrálva az adott helyszínhez. És igazából innentől kezdve ügyfél be tud lépni, e-mail címet ti adtátok meg, jelszót ti adtátok meg, ezt kell vele közölni, be tud lépni a monitoringra és a saját rendszerét látja, illetve te is látjátok már az általatok letelepített összes rendszert. Nagyjából ez az, ami így első beüzemelésre nagyon alapok. Nyilván, hogyha kicsit jobban belementek a beállításokba, vagy személyre szeretnétek szabni, arra is van lehetőség. Használt útmutatóban egyébként nagyon sok minden le van írva, és ha bármi kérdésetek van, nyugodtan keresétek a Nagyker kapcsolaton az ügyfelezeket.